Idén ünnepli Bonyhád várossá válásának 45. évfordulóját. Ennek a jeles eseménynek az apropójából határozta el a Kolónia Alapítvány és Bonyhád önkormányzata közösen, hogy egy gyermekrajzpályázatot hirdetnek meg általános iskolásoknak. A kezdeményezésben alsós és felsős tanulók vehetnek részt, akik az Én Városom Bonyhád témában készíthetnek alkotásokat. A részletekről Lőrincné Dávid Mária, Kolónia Alapítvány elnöke beszélt nekünk. Ebben a kreatív munkában a gyerekek megmutathatják azt, hogy hogyan kötődnek az ő városukhoz, hogyan látják Bonyhádon a mindennapjaikat. A pályázatnak a benyújtási határideje március 25-e, péntek 12 óra. A pályamunkákat a gyermekek egy A4-es formátumú lapon készíthetik el, tetszőleges kivitelezést alkalmazhatnak a rajzuk során, akár álló formátumban, akár fekve használhatják a lapot, és itt kifejezhetik az érzéseiket, hogy hogyan kötődnek a városunkhoz. Ezt a elkészített rajzokat egy zárt borítékban tudják majd leadni az önkormányzatnál, Széchenyi utca 12-ben, vagy személyesen, vagy pedig postai úton. A rajzoknak a hátoldalára fel kell tüntetniük a nevüket, azt, hogy hányadik osztályba járnak, valamint, hogy ő milyen címet adott az elvégzett munkájának, segítette valamilyen felkészítő tanár annak a nevét, a szüleinek a nevét és a szülőknek a telefonszámát, hiszen hogyha valaki beadja ezt a rajzpályázatot, azzal hozzájárul ahhoz, hogy a rajza a városnak a közösségi oldalain megjelenjen, így a bonyhád.hu-n és illetve a városnak a Facebook oldalán. Maga a verseny is itt került meghirdetésre, úgyhogy a mai naptól már láthatják az érdekelt tanulók ezt a felhívást. Pályamunkákat egy öttagú zsűri fogja értékelni. Akinek tagja lesz Kovács Ferenc festő művész tanárember, Stekli Zsuzsanna zománc művész, Filoné Ferenc Jója Bonyhádváros polgármestere, Vizin Balázs a Kolónia Alapítvány kuratóriumi tagja, és én magam Lőrincné Dávid Mária a kuratórium elnöke. Értékes díjakat fognak kapni a versenyzők, akik a legjobb teljesítményt fogják felmutatni. Folyamatosan szavazhatnak majd a nézők is, vagyis hát illetve az érdeklődők, ugyanitt, ahol az előbb mondtam, a Bonyhád városnak a Facebook oldalán, és az aki a legtöbb lájkot vagy a legtöbb elismerést kapja, az közönségdíjban is fog részesülni. Valamennyi alkotás látható lesz Bonyhád város Facebook oldalán, illetve az április 2-ai rendezvényen is közzé lesznek téve a közösségi téren felállított színpad lett falán. A diákoknak kívánok ehhez szép, eredményes munkát, és szeretettel várjuk a jelentkezőket.